Jó estét kívánok! Köszöntjük Önöket! Október 23-a van, a 1956-os forradalom 64. évfordulója. Idén a vírushelyzet miatt nem tartottak központi ünnepségeket, csak a zászlófelvonást tartották meg a Kossuth téren. Egyébként pedig nem tartanak semmilyen nagyobb eseményt, kivétel egy holnapi sportesemény, ami nem kapcsolódik 1956-hoz, ha sokkal inkább a focihoz. Erről is szó lesz majd a mai adásban. A vendégek pedig már a helyük vannak. Itt van Konok Péter, történész. Jó estét kívánok! Puzsér Róbert, publicista. Jó estét! Hont András, a HVG újságírója. Jó estét! Itt Szeglédi Zoltán, politikai elemző. És tanácsadó. És tanácsadó, így van, ezzel a témával kezdünk, igen. Mert hogy a... Van mondandó, de előtte csak gyorsan egy-két mondat előtte, hogy mégis a nézők is tudják, hogy miről van pontosan szó, mert hogy a 444-en megjelent egy cikk, amelyben arról írtak, hogy te vagy ugye Donát Annának a Momentum Európai Parlamenti Képviselőjének a asszisztense, méghozzá egész konkrétan helyi asszisztense. Ez azért fontos, mert a cikk hozzátette, hogy a helyi asszisztenseknek az akkreditált parlamenti asszisztensekkel ellentétben nincsen jogi státuszuk, így nem az EP-vel, hanem egy-egy képviselővel személyesen állnak szerződésbe, de látom, hogy már ne is nagyon folytassam. Mindenesetre te válaszoltál nekik, már mint a 444-nek, és ugye az is kiderült, hogy havi bruttó 865.000 forintért adtál tanácsot. Hát itt nagyon sok kritika megjelent, meg elég nagy port kavart ez a cikk. Sokan azért kritizáltak, mert hogy innentől kezdve már nem vagy független, nem volt transzparens, miért nem írták ki mondjuk a neved mellé, hogy Momentum tanácsadó. Szóval... A végével kell kezdenem, mert van sok tárgyi tévedés ebben, tehát a Momentum tanácsadót, akik írták volna a nevem mellé, akkor egyrészt hazudtak volna, másrészt pedig tiltott pártfinanszírozással vádoltak volna meg, mert ebben az országban viszonylag kevés ember van, akinek tilos nem a Momentumnak, bármilyen pártnak tanácsot adnia, de én azok közé tartozom, mert ugye egész egyszerűen az a fajta európai parlamenti fizetés, amit nekem utalnak, az kizárja, hogy bármilyen pártnak tanácsot adjak. De nem ez a lényeg ebben, erről szívesen beszélek később, meg szerintem tök fontos, hogy mindenki elmondja a kritikáit, de nekem alapvetően, tehát az önkritikával van dolgom. Szóval két fontos tanulsága van az ügynek. Az egyik az, hogy ugye mindenki látta ezt, ki plakátolták velem az országot, mint valami Soros Györggyel, és engem egyrészt őszintén meglepett az, hogy ennyi helyen is mindenhol címlapot ér a feje. Tehát tényleg nem gondoltam erre, és abban a felelősségben se gondoltam bele, hogy milyen messziről látszom, és mivel tartozom azoknak, akik látnak. A másik pedig, és ezt bocsánat, tök nyálas lesz, amit csinálok, de szeretném azoknak megköszönni, akik elképesztő sok szeretettel, támogatással fordultak hozzám. Az derült ki számomra, hogy ők elbírták volna ezt az információt, nem most, hanem januárban is. Tehát az részemről egy hiba volt, hogy sem azt nem vettem figyelembe, hogy milyen messziről látszom, hogy hány ember figyel arra, amit mondok, és ez milyen felelősséggel jár, sem azzal, hogy ez a kvázi közösség, ez igazából mit gondol vagy vár tőlem. Tehát azt én tényleg tökre sajnálom, hogy ezt nem közöltem velük a legelső pillanatban. Azt is sajnálom, hogy nektek kellett ide úgy leülni, hogy ezt nem tettük ki az ablakba. December végéig tart ez a szerződésen, mindenkinek a saját döntés, hogy ez hogyan viszonyul. Azt is elmondtam ebben a válaszban, hogy semmilyen kampánytevékenységet nem fejtettem ki. Paradox, hogyha belegondoltak, a múlt héten még azért ütöttek minket, hogy minket a Fidesz fizet. Nekem most már van alibim, hogy engem nem, de az kétségtelen tény, hogy az ellenzéknek szerintem én inkább, nem tudom, kritikát címeztem, mint sem ilyen fajta támogatást. Vállaltam egy feladatot, ezt december végén le fogjuk zárni, lesz egy elszámolás. Sajnálom, hogy nem egyben tehettem meg, de azt még inkább, hogy nem az elején. Tehát röviden ennyi, és bárki rúgjon belém, mert bizonyos szempontból indokolt. Én nem érzem úgy, hogy a Szeglédi Zolitól most így el kéne határolódni, meg azt mondani, hogy innentől kezdve az ő véleménye nem számít. Mert igazából én ezt láttam a legtöbb ilyen jellegű kommentárba, hogy de hát most már ezek után hogy állíthatja magáról, hogy ő függetlenül gondolkodik? Hát miért ne gondolkodhatna valaki ettől függetlenül? Igen, egyébként a kritikák is végül is, ez volt az egyik fő kritika, ez a bizonyos függetlenség, hogyha valaki ennyi pénzt kap, akkor tud-e függetlenülni, vagy tud-e függetlenül elemezni. A másik dolog pedig, amit felhoznék, ami szintén ebbe a cikkbe szerepelt, amit előhoztak egy két évvel ezelőtti portréműsor, amit, ha jól emlékszem, Péter Fiudit készített rólad, és ott azt mondtad, ezt kiemelték, hogy nem dolgot
politikusok munkáját elvégezni, neki kampányolni, és nem véletlenül nem dolgozol pártoknak, politikusoknak, mert így nem sorolhat senki a sajátjai közé, ezt többen is kiemelték. A következő a helyzet, ezt erről tényleg fontos beszélni, teszem hozzá ez a kiemelés. Szóval ez egy portré műsor volt, ami végigkövette egy napomat, és ez a kiemelés, ez egy hosszabb dialógusnak egy része. Én alapvetően arról a szerep zavarról beszéltem, amikor az elemző, vagy akár a tanácsadó, az előlép és a politikusnak a csatáit kezdi el megvívni. Tehát a tekintetben is elvégzi a munkáját, hogy ő az, nem véletlen, hogyha megnézik, akkor én évek óta nem voltam olyan műsorban már, ahol nekem effektíve, fideszes, hogy mondjam, ellenféllel kéne ezeket a csatákat megvívnom. Nekem nem célom az, továbbra sem, hogy a politikusok munkáját végezzem el. Innentől kezdve a kezdeti önkritikám, ami helytálló, hogy nekem erről szólnom kellett volna. Robi. Hát nos, én úgy gondolom, hogy igen, a Zoli feltétlenül hibázott, amikor nem szólt. Tehát, hogyha két évvel ezelőtt fontos volt elmondani, hogy független vagy, és hogy téged nem fizet politikus, és hogy te nem dolgozol a politikának, akkor nyilván egy évvel ezelőtt is érdemes lett volna szólni, hogy de ez mostanáig volt így, és mostantól hát nem így van. Nyilvánvaló, hogy a független elemzőnek a szerepe, meg a politikus alkalmazottjának a szerepe, az két külön szerep, és ezt érdemes hát legalábbis kommunikálni, ezt a kettősséget. Nyilvánvaló, hogy ez nem történt meg, nyilvánvaló, hogy ez hiba volt. Ugyanakkor azt meg el kell ismernem, hogy a Ceglédi Zoltánnak nem látszott a véleményén az, hogy a Momentum fizeti. A Momentum. A helyzet az, hogy nekem nem is volt erre vonatkozó gyanúm, hallgatva azt, hogy mi a véleménye a Momentumról, vagy mi a véleménye az ellenzékről. Tehát ezt el kell ismerni. Engem igazán az a cinikus magyarázkodás háborított fel, ami arra vonatkozott, hogy téged nem is a Momentum fizet, hanem az Európai Parlament fizet. Tehát ez az, amire nem volt semmi szükség. Tehát, hogy ezzel az erővel mondhattad volna azt is, hogy boldog karácsonyt. Nekem azt sajnos mindig muszáj elmondanom, bármennyire is értem egyébként, amit mondasz. Nekem mindig muszáj elmondanom, hogy nem a Momentumnak dolgozom, tehát, hogy nem a Momentum alkalmazottja vagy tanácsadója vagyok, mert egyébként tényleg bűncselekményt követnék el. Ezzel együtt igaz az, amit mondasz, hogy a Donát Anna egy Momentumos politikus, tehát innentől kezdve az nehezen feltételezhető, azt gondolom, hogy mondjuk azzal ellentétes megbízásom lenne, amikor neki tanácsot adok, ami mondjuk a Momentumnak az érdeke. Rögzítsük, hogy a Ceglédi Zoltánt nem az Európai Parlament bízta meg, hanem Donát Anna bízta meg. Tehát Donát Annának dolgoztál, csak azért mondom. Én úgy gondolom, hogy nem rajtad kéne elverni a port teljesen, mert ez a probléma alapvetően rendszer szintű. Sajnos a baloldalon elég tömeges jelenség az, hogy bizonyos véleményformálókat, akik amúgy nagyon önérzetesen hivatkoznak a saját függetlenségükre, bizony a politika fizet, bizony függőségi viszonyban vannak a politikával. És ez ráadásul sok esetben, ahogy ebben az esetben is, hát úgy titokban, úgy kicsit elsúnyogva zajlik. Ez egy rendszer szintű probléma, egy általános probléma, és azért igazán kínos, mert a jobb oldal most úgy hordoz körbe téged, mint a véres kardot. És rajtad demonstrálják, hogy az ő szolgaságuk világtörvény. Mert ugye az ő esetükben van egy súlyos függetlenség deficit. Van. El kell tehát vitatniuk a függetlenség puszta létezését, a szónak a puszta jelentését, és már is nincs deficit. Fölszámolták a deficitet, hiszen nincsen függetlenség, tehát az velük szemben sem lehet egy elvárás, hogy függetlenek legyenek, és most egy kiváló hivatkozási alap vagy a számukra, és tényleg egy demonstrációs objektum vagy, akin azt mutatják mondanak fel, Robi, mondanak hogy mást itt, is. Itt a függetlenségetek, és már is nincs velük semmi probléma. Mondjuk a politikai elemző véleményére egy értelmes politikus akkor kíváncsi, hogyha az olyan értelemben független, hogy nem feltétlenül azt mondja vissza, amit ő hallani akar, hanem van annak jelentése. Gondolom az árucik, akkor árucik, hogyha használható. Engem is kerestek már meg pártok, csak mindig egyrészt körbe röhögtem őket, másrészt meg azért teljesen világos, hogy mondjam,
vízhangnak az ember nem feltétlenül alkalmas. Én nem hiszem, hogy te vízhangot szállítottál volna, mert akkor ki fizet azért? Csak aki hülye. Már elnézést. Egyetlen kérdés szerintem még érdemes feltenni, mielőtt tovább lépünk ezen az ügyön, mert ennyi tényleg nem ér, és főleg nem rajtad kéne ezt a, mondom, rendszer szintű problémát kizárólagosan számon kérni, de azt hiszem, hogy egy kérdés, bár én itt alapvetően nem kérdező vagyok, de egy kérdés szerintem érdemes feltenni, miért nem szóltál januárban, amikor ezt a szerződést megkötötted? Igen, ez nekem egy... Nekem egy hatalmas dilemmám volt, ami rossz irányba dőlt. Nekem az volt a félelmem, hogy a szóvivőjévé válok valakinek, akinek a tanácsadója akartam lenni. Én nem, tehát én tényleg őszintén mondom, azt mondtam azt, hogy nem akarom a politikusok szerepét átvenni. Nem megbántva senkit, azóta ez picit annyiban visszaigazolta az élet ezt a félelmemet, hogy biztos mind láttátok, amikor Kálmán Olga ledarálta a konzultációs íveket, amiket begyűjtöttek. J. Német Erzsébet mit csinált az ívekkel? Kálmán Olga egy olyan média szereplő, akinek van egy elérése. Ő elméletileg J. Német Erzsébet fő tanácsadója. De azáltal, hogy közszereplő és kint van, tulajdonképpen ő viszi ezt az ügyet. Én nem voltam kész arra, de hiba volt, hogy erről nem beszéltem, de én nem voltam kész arra, hogy a közszereplői tevékenységem az azáltal legyen, hogy mondjam, megmárkázva, hogy én Donát Annának hát kvázi tanácsot adok, de gyakorlatilag meg többet szerepelek, mint ő. Röviden megfogalmazom. Az volt a félelmem, hogy tanácsadó helyett egy Momentum politikussá válok. Folytassuk egy picit más témával, de azért kapcsolódjunk ide is, mert hogy ugye az előbb is említettem a műsor bevezetőjében, hogy elmaradnak a rendezvények, most a központi rendezvények is, és például Maruzsa Zoltán, ugye ő a köznevelésért felelős államtitkár, most, hogy kezdődik az őszi szünet, ő is azt mondta, hogy ha lehet, akkor a gyerekek maradjanak otthon, ne menjenek sehova, igyekeznek családi körben tölteni a szünidőt. Most ehhez képest holnap szombaton foci meccs lesz, nagyjából 20 ezer emberre lehet számítani. Mit gondoltok erről? Szóval az, hogy most nincsenek tömegrendezvények, nincs központi ünnepség, október 23-án, focimes pedig lesz holnap. Ti ezt értitek? Miért van ez? Miért rendezik meg? Ági, ez a normalitás utolsó bástyája ez a meccs. Mondom én ezt úgy, aki egyébként rühellem a focit. De az az állításom, hogy miközben végignézek egy kormányszóvivő sajtótájékoztatótól, az összes újságíró szakmányban egymás után teszi fel, de nem akarnak mégis bezárni. És jön a következő, hogy igen, hogy válaszol, de nem akarnak mégis bezárni. Tehát, hogy van egy ilyen média nyomás az egyik oldalról, mert ugye clickbait, tehát meg lehet írni azt nagyon-nagyon kattintott cikkekben, hogy most már mindjárt meghalunk, de az emberek egyébként valószínűleg ennél jobban jelenleg nem akarnak zárást. Hát az látszik minden felmérésben. Tudathasadás van, egy tudathasadásos állapot mindenkinek, és teljes a káosz minden oldalon. Mindenki, minden politikai oldal használja, a rendszeren belüli politikai platformocska használja a járványfélelmet, meg próbálja vagy kiaknázni, vagy valahogy kezelni, egészen addig, amíg az ő hobbiához, számára fontos ügyhöz el nem ér. Abban az esetben elkezd másaggyal működni. Szeretném jelezni egy másik, vagy bemutatni ezt egy másik példán. A teljes ellenzék, úgynevezett ellenzék, szolidáris az SZFE-vel. Ma, amikor ez az adás már műsorba megy, addigra már valószínűleg túl is vagyunk egy SZFE melletti szimpátia tüntetésen. Nagyon érdekes lenne azt kimondani, pedig egyébként így van, hogy hétfő délelőtt a magyar parlamentben Szabó Tímea ellenzéki képviselő az SZFE tüntetés betiltását követelte. Igaz, hogy nem mondta ki, hogy SZFE, hanem csak annyit mondott, hogy minden nagy rendezvényt tiltson be a kormány, de ha ehelyett, ami ugyebár egy nagy rendezvény a tüntetés, berakjuk azt, hogy SZFE tüntetés, akkor ugye ez jön ki. De ebbe nem gondol bele senki. Tehát annyira kettős, hogy a logikát annyira lőtték az elmúlt fél évben lábon, hogy ezeket nem kapcsolja össze senki, sem olyan módon. És nem kapcsolja össze az operatív törzset és a 20 ezres mérkőzést sem. Ez egy nagyon veszélyes játék. Én egyáltalán nem értek egyet azzal, amit az Zoli mondott. Ez egy nagyon veszélyes játék teltházas meccseket ilyen körülmények között rendezni. Az első hullám például akkor lobbant fel Észak-Olaszországban, meg Spanyolországban, amikor az Atalanta-Valencia meccset megrendezték, és gyakorlatilag ez eredményezte az első hullámot. Ez életveszélyes, az az igazság. A tömeggyilkos svédek, akik el voltak mondva mindenféle
ostoba, gyilkos népségnek, azért, mert nem zártak le mindent, mert nem zárták be az iskolákat, mert nem zárták be az egyetemeket. Legfeljebb 50 embert engedtek az első hullámnak a csúcsán. Legfeljebb 50 embert engedtek találkozni, és így voltak tömeggyilkosok, vagy összegyűlni. A helyzet az, hogy ha az ő szenvedélyükről, és ebben az Andrásnak tökéletesen igaza van, ha az ő szenvedélyükről van szó, amit ők szeretnek a fociról, akkor az természetesen mehet. Minden más meg bezárják a szórakozó helyeket, a kocsmákat este 11-kor. De teltházas meccseket rendeznek mindeközben. Az igazság az, hogy nem lehet komolyan venni még az álságos aggodalmukat, meg az államférfiúi felelősségüket, amit széles gesztusokkal demonstrálnak. Az igazság az, hogy kétféle érzést, két viszonyulást engednek a magyaroknak. A behódolást és az undort. És nincs harmadik. Kicsit azt látom ezen, én így szoktam leszokni a dohányzásról egyébként elég gyakorta, hogy van egy csomó útja annak, hogy leszokjál a dohányzásról, és akkor van olyan motivációs idézeteket lehet kirakni az asztalra, lehet tapaszt szedni, meg szopogatni ilyen mindenféle savanyú tablettákat, mindenféle módja van. Én ezt mindegyiket meg szoktam csinálni, mindegyikben valamennyire hiszek, meg úgy gondolom, szükség van, és aztán rágyújtok egy cigarettára, mert azért arról mégsem akarok lemondani, hogy dohányozhassak. Kicsit az állam is egyébként hasonló, rengeteg áldozata van a dohányzásnak, be kéne tiltani, tegyünk el, és akkor raknak rá ilyen csúnya képeket. Egy kicsit ugyanezt látom itt is. Tehát egyrészt működtetjük, behódolunk, csináljuk ezt az egészet, kirakjuk a motivációs idézeteket, fölrakjuk a tapaszt, ami másnak tapaszt, viszont azért az a dohányzás, azt nem hagyjuk abba, tehát azért a meccset azt meg kell rendezni, vagy adott esetben a tüntetést meg kell rendezni, vagy, és mindenkinek megvan a maga vagya. Ezt mondtam előbb, igen. Igen. Csomószor hajlamos vagyok azt gondolni, hogy nekik a kommunikáció az első, mármint a Fidesznek, hogy ők a kommunikációnak rendelnek alá mindent. Ilyenkor derül ki, hogy nem a kommunikáció a legfőbb, mert a pakliban, amivel ők játszanak, abban nem a kommunikáció a legnagyobb lap. A legerősebb lap a tekintély. És a helyzet az, hogy ha valami sérti a kommunikációjuknak a konzisztenciáját, mint például most ez a teltházas meccs, az sem érdekli őket. Mert a tekintély a legfőbb. Ők azt mondták, hogy ez mehet, Orbán Viktor megmondta, hogy nem lesz baj a Fradi Újpesttel, úgyhogy nem lesz baj. Ezt gondolom, hogy a koronavírussal is tudatták, úgyhogy nem lesz baj. Most már mindenki nyugodjon le. Nem, igazából ez szerintem két lovon próbálnak egy fenékkel ülni, tehát egyrészt a folyamatos aggódás, és hogy gondoskodnak rólunk és megvédenek narratívája, ami az övéké. Másrészt van azért egy ilyen bátor tökös gyerekek vagyunk, hát nehogy már megmondja nekünk egy vírus, meg akárki, hogy mit csináljunk, ha ahhoz van kedvünk. Narratíva is van, ugye mind a kettőre lehet alapozni, és megpróbálják ezt a két lovat egy fenékkel megülni, ebbe igen, mondom, kinek-kinek mi, nekik valóban a Fradi Újpest tér bele. Mi történik az a helyzet, akkor, hogy szerintem... csak egy gondolat, mi történik akkor, hogyha nem lobban be a vírus? Az Orbán, akkor is lehet felelőtlenség, ha történetesen nem jár súlyos következményekkel. Robi, nem, hogy az Orbánnak a politikája mindig is arra épült, hogy csinál valamit, amiről mindenki azt mondja, legyen az az ortodox gazdaságpolitika, legyen az az uniónak, az Európai Uniónak behódoló politikai magatartás, legyen az egy csomó minden, amit bevett dolognak gondolunk, hogy annak megcsinálja az ellenkezőjét, azt mondja, hát ezt nem lehet megcsinálni, megcsinálja és megnyeri a meccset. Most itt a szó szoros és átvitt értelmében is meg lehet nyerni ezt a meccset, hogyha van egy 20 000-es tömegrendezvény, és nem robban be a vírus. De akkor miért kell bezárni a kocsmákat este 11-kor? Azért be kell dőlni a járványpániknak is. De amikor az Észak-Olaszországban bedőlt az egészségügyi rendszer, és nem... Bergámóban dőlt be, nem Észak-Olaszországban, és egy logisztikai probléma volt mögötte, nem vitték át másik tartományba a betegeket. Hogyha Bergámóból is ugyanannyi beteget hazaküldtek volna, mint Magyarországról küldtek, akkor lett volna hely a covidosoknak. Ott igazából ennyi történt. Egész egyszerűen egy ilyen járvány esetében nem lehet lezárni egy kórházat úgy, hogy működjön az összes beteggel, ami ott egyébként van, meg még rátolni ezeket a fertőzötteket is, az egy más típusú ellátás, ami ott van. Magyarországon nézd meg, ez az egy, amivel mindig foglalkoznak, hogyha beteg valaki, akkor hova vigyük el, sőt, most már ugye a személyzetet is, hogy hova helyezzük át. Tehát Bergámóban igazából ez történt. A svédekre visszatérve, igaz, hogy nem volt nagy rendezvény, és amíg nem tudunk semmit erről a vírusról, addig ez egy helyes magatartás, ebből a szempontból március és október azért már két különböző dátum, szóval ez egy helyes dolog,
de a svédek nem tartották be azután az 50 fős korlátozást. Nézd meg az összes felelhető tavaszi Svédországról szóló tudósítás, YouTube videót, a parkokról, egymás egyé hátán voltak. Tudod, arról van szó, hogy nem a járványkezeléshez tartozik Orbán Viktor, hanem Orbán Viktorhoz tartozik a járványkezelés. Ez is igaz. A nyári fesztiválok nem érdeklik Orbán Viktort, nem szereti őket, meg nem akarja meglátogatni őket. Tehát azokra semmi szükség nincsen. Kocsmázni 11 után Orbán Viktor nem szeret, arra tehát semmi szükség nincsen. A Fradi Újpestet viszont szeretné megnézni, szeretné teltházas meccsként megnézni, mert annak úgy más a hangulata, és Orbán Viktornak ez számít. És akkor hát számítson ez az országnak is. Na jó, akkor itt szerintem most tartunk egy rövid szünetet, de ezzel a témával mi folytatjuk a reklám után. Folytatjuk akkor az ötöt, és jól kibeszéltük a meccset, mert hogy volt mit róla mit beszélni, és ha már meccsekről volt szó, akkor folytassuk a politikai meccsekkel, mert hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen meccsek lesznek majd 2022-ben, mert hogy sokakat meglepett, hogy több ismert, úgymond nagy ágyúját nem indítja egyéniben a Fidesz Budapesten, hát ilyen nagy ágyukról van szó, mint például Gulyás Gergelyről, vagy Kocsis Mátéről, Varga Mihályról és Holik Istvánról, legalábbis eddig ezt a négy politikust tudjuk, akik nem is, akiket tehát egyéniben nem indítanak. Aztán itt is megint rengeteg elmélet volt, meg szakértés arról, hogy mi lehet ennek az oka. Az egyik leggyakoribb volt, hogy elengedte Budapestet, itt fú, nagyon-nagyon sóhajtottá. Az mindenképpen jelzésértékű, hogy tehát az nem lehet véletlen, hogy négy ilyen szintű politikusról egyszerre kiderült az, hogy nem indulnak egyéniben. Tehát stratégia az biztos, hogy van, vagy legalábbis szerintem van. Mondjad. Ostobasággal határos könnyelműség az ellenzék részéről, hogyha most azt képzeli, hogy a Fidesz feladta Budapestet. Egyszerűen csak arról van szó, hogy Orbán Viktor újra gondolta ezt a budapesti jelölést, mert azt figyelte meg, hogyha, ahogy fogalmaztál, nagy ágyúkat indít, tehát aféle minisztereket, meg fontos média szereplőit a Fidesznek elindítja, ezek hetente másfél órát töltenek a választókerületükben. Tehát ezt Orbán Viktor már le tudta tesztelni, hogy ennek mi az eredménye, tavaly ősszel elvesztette Budapestet. Most erre neki nincsen újra szüksége, neki olyan jelöltekre van szüksége Budapesten, akik napi 24 órát töltenek a választókerületükben, napi 24 órán keresztül kampányolnak, és nem heti másfél órán keresztül. A budapesti jelöltség az Orbán Viktornál mostantól kezdve nem jutalom, hanem karrier lehetőség. Föl tudod építeni a magad karrierjét egy budapesti körzetben, ehhez pedig olyan fiatalokra, meg olyan kisebb egzisztenciákra van szükség, akik bizonyítani akarnak, és akiknek idejük és energiájuk van erre. A helyzet az, hogy a Fidesz újra 2002-re készül. Nem azt mondom, hogy a választási vereségre készül, de egy annyira felkorbácsolt közhangulatra, egy annyira durván polgárháborús választási kampányra készül, mint amilyen 2002-ben volt. Emlékszünk, hogy elmúlt 30 évben a rendszerváltás óta 2002-ben volt a legmagasabb a választói részvétel, 72%-os volt. Most Orbán Viktor úgy gondolja, hogy a kulcs a mozgósítás. Tehát mindenkit el kell vinni, szavazni 2022-ben a Fideszre, aki csak hajlandó a Fideszre szavazni, ehhez pedig olyan jelöltek kellenek, akik egyszerűen felkorbácsolják a saját választókerületüket. Az a mozgósítás, amiről te beszélsz, meg ahol a választást be akarják húzni, az nem a budapesti körzetekben lesz. Itt meg fogják ezek a jelöltek kapni a segítséget, de azt a fajta központilag szervezett mozgósítást már nem. Ez úgy lesz, mint George W. Bush újraválasztásakor, amikor azt mondta, hogy hagyjuk a keleti partot, meg Hollywoodot, meg egy-két ilyet, nekünk arra kell koncentrálni, hogy a középső államokban hozzuk el a megismételt elnöki választási győzelmet. Ugyanez lesz, mennek át, ki fogják számolni, hogy mennyi az a választó körzet, ami nekik még biztosítja a kényelmes többséget, és ott fogják ezt behúzni. Az összes többinél, meg ahogy te mondod, újdonászok, vagy hivatalukból kikerült emberek, építsék magukat alulról. A kettő az így teljes, így igaz. Amit a Robi mondott, az fontos, és annak van egy másik fele is. Mert nem csak, hogy nem, hogyha ezek egyéni újraindulnának, nem csak, hogy nem kampányolnának helyben,
hanem az ő központi munkájuk az még hátráltatná, nehezíteni is, hogy őket megválasszák, meg kikről beszélünk? Olyan miniszterekről, olyan szóvivőkről, meg frakcióvezetőről, aki, hogyha jön egy gazdasági visszaesés, egy megszorítás, egy szegényedés, akkor a főszereplői lesznek ennek kommunikációnak. Hogyan tudsz te kampányolni egyéniben, hogyha az időd nagy részét a tévében töltöd, elmondva Kocsis Máté frakcióvezetőként, hogy milyen megszorító törvényjavaslatuk van, a Gulyás Gergely, hogy mit zárnak be, akkor a Hollik István szóvivőként, tehát hogy ezek mind olyan szerepek, amelyek egyébként nem lesznek szimpatikusak. Rogán Antalt már legutóbb is levették a palettáról, ugyanezért, mert másokból, de őt sem lehetett indítani, tehát ez ilyen szempontból szerintem tök fontos, és van ennek még egy része, szeretném csak hogy keretbe foglaljam a legutóbbi adásban mondottakkal, ugyanakkor én azt nagyon szeretném kérni, hogy ne legyen ebből is egy krumplizás, tehát mert ennek a tálalása megint az, hogy a Fidesz vidéken akarja megnyerni a választást. Nem csak azok azért... a vidékiek fogják neki összehozni, mert ezt az okos Budapestet ezt most elengedte, ezt most feladta, mert túl okosak a pestiek ahhoz, hogy ők itt Fideszest választanak, de majd a vidékieknél megnyeri, hogy elnézést kérek, de hogy tehát Budapestet most sikerült visszaújítani a Fidesztől, Szegeden meg Botka László az már 6000 millió éve polgármester. Ezért van egy ilyen érzés, már nem ez a buta vidék és okos Budapest, de szerintem a Fideszben érthető módon egyébként megvan ez a gondolkodás, hogy valóban ott ráerősíteni, ahol ez így egyértelmű, egyébként meg ott a lista. Azért az fontos, hogy ezeknek valóban megvan a maguk, ezek olyan káderek, akik a más funkciókat végzik, és a más funkciók igazán nem feltétlenül teszik, nem is csak az, hogy most nem lesz idejük egyébként akkor a helyi érdekeket képviselni, meg a választókerületükben ott nyüzsögni, hanem ugye annyira nem teszi most már, és azért látható ebben egy ilyen eltolódás, nem teszi annyira népszerűvé őket, inkább egy kicsit érdemes eltávolítani a dolgot. Egyfajta rotáció van. A rotáció részben egyébként szerintem most tényleg azt is szolgálja, hogy valahonnan buzogjanak fel a friss, ifjú fideszesek. Ez engem mindig egy kicsit megdöbbent, hogy lehetnek friss, ifjú fideszesek valahonnan, de elképzelhető egy ilyen jelenség. Ugyanakkor meg, ahogy ezt általában tényleg a feudális korszakban, amikor ugye a grófi tisztségeket újraosztják, hogy ne alakuljanak ki kis királyok, és hogyha kihal az egyik grófi család, akkor máshonnan kapják, vagy a bolsevikoknál, akik állandóan újra rotálják a figuráikat, a csinovnyikjaikat végül is, ne alakuljon ki egy intézményesült hatalom, ne alakulhasson ki a Fideszen belül ez a kiskirályi, tehát ne legyen veszélyes valaki egyébként arra a központi hatalomra, amit meg szoktunk személyesíteni Orbán Viktorban, szerintem azért ennél egy kicsit bonyolultabb a focikedvelésnél, csak úgy, mint a hatalomnál. Tehát azért ezeket a szálakat állandóan el kell oldozni, és állandóan meg kell mozgatni. Egy kivételt tudok, a szürke eminenciás, ugye Pintér Sándor, aki belenőtt ebbe az egészben, de érdekes módon róla beszélünk a legkevesebbet, róla tudunk a legkevesebbet, akit nem kell mozgatni, de hát ő neki nem is kell megmérettetnie magát. Hogyan lett a Demény Pali bácsiból, meg a Tölgyesi Péterből nagy ágyú, hogy lett az ő helyükön, vagy az ő helyi értékükből végül aztán Hollik István, meg Gulyás Gergely? Annak idején azt hiszem, hogy a Kis Jánosokat, meg a Tölgyesi Pétereket, őket egyrészt a képességeik, másrészt az autonómiájuk tette azzá, akik voltak. És itt azt gondolom, hogy alapvetően változott meg a referencia. Az alkalmasságnak a kritériuma változott meg. Mára az autonómia hiánya az, ami valakit nagyágyúvá képes tenni. Hát így volt ez Lázár Jánossal, hogy Lázár Jánoson lehet jól demonstrálni, hogy ő kritikus mértékben volt autonóm, és kritikus mértékben volt alkalmas, és lám, mi lett belőle? Mára teniszszövetség elnöke. Ménes gazda. Igen, tehát... És ez egy jelzés, ez a Fidesz teljes politikusi állományának egy üzenet, hogy aki ennyire autonóm és aki ennyire alkalmas, hogy attól a kompetenciától Orbán Viktor már szorongani kezd, annak ott a teniszszövetség. Ha már itt arról volt szó, hogy alkalmassági kritérium és ki mire alkalmas, akkor beszéljünk arról, hogy az ellenzék részéről ki mire alkalmas, mert hogy azért mégiscsak ez is hozzátartozik, és hogy Robi, te írtál erről azzal kapcsolatban, hogy ki lehet esetleg alkalmas miniszterelnök, és ki lehet a kihívója mondjuk Orbán Viktornak, és azt mondtad, hogy Orbán Viktor olyan miniszterelnök jelölte verhető, akinek vannak jobboldali vegyértékei, és aki ezek által képes a Fidesz saját felségterületén, vagyis vidéki városokban
városokban és falvakban kihívni. Ugye ez most kapcsolódik ahhoz is, amiről az erről beszéltünk. Itt egyébként nem is titkoltad, de Márki-Zay Pétert említetted meg, ugye Hódmezővásárhely polgármesteréről beszélünk. Ő egy példa, ő egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan verhető a Fidesz egy olyan településen, ahol el sem tudtuk képzelni előtte, akár pár órával sem, hogy ez lehetséges. Ez az ő jobboldalisága miatt szerinted? Egyértelműen. Én úgy gondolom, hogy ezeknél a jobboldali nem fideszes, tehát jobboldali ellenzékieknél van az ellenszérum. Ahogyan annak idején Orbán Viktornál volt a balliberális kurzussal szembeni ellenszérum, hiszen az ő kutyájuk kölyke volt. Az ő kurzusukból vált ki. Hát most ugyanez a képlet van. A helyzet az, hogy a falvakban és a vidéki városokban kell tudni megszorongatni, vagy hát leginkább legyőzni Orbán Viktort ahhoz, hogy a rendszerét le lehessen váltani. Nyilvánvaló, hogy a jobboldali ellenzékieknél van az ellenszérum, ugyanis ő rájuk minden ellenzéki leszavaz, az összes DK-s, az összes Momentumos leszavaz, plusz jobboldali szavazatokat is tud szerezni. Hogyha ez erre képes lenne a balliberális oldal, hogy egy ilyen jelöltet válasszon, mondjuk az én számomra most a jelenlegiek közül a Pálinkás József. Épp ezt akartam szóba hozni, ő ugye most új pártot alapított, igen, és ő is ennek megfelelhet. Így van, ő tűnik a legalkalmasabbnak, és ez egy üzenet lenne a baloldal részéről, hogy a baloldal kész lezárni a polgárháborút, és ennek nincs is több feltétele, csak az, hogy a népnemzeti törzs egy akadémikust küldjön, és ne egy mafiózót. Jó, szóval. És abban a pillanatban készen áll a baloldal lezárni az évszázados polgárháborút, és megkötni a kiegyezést a két kurzus között. Az a helyzet, hogy baloldali az, akiről a kormányinfón azt mondják, hogy ő baloldali. Tök mindegy, hogy egyébként honnan jött, és mondjuk akár Horogkereszt van rátetoválva, vagy Ortegai Gasset teljes munkássága. Azért az atomfizikus, akit Orbán Viktor tett az MTA elnökévé, aki Orbán Viktornak volt az egyik kádere, tehát őt lekomcsizni azért nem lenne annyira egyszerű. Csak ennyi, csak erre hadd utaljak. Orbán Viktornak az iker testvére volt Simicska Lajos, és aztán mégis fel tudta képíteni 2018-ban arra egy kampányt, hogy a Jobbik azért rossz, mert Simicska csicska. De én egyetlenül nem is érdekel, legyen az, válasszák ki, mindegyik alkalmas lesz, mindegyik jó lesz, bárki lehet. Tehát én azt gondolom, hogy a Dobrev Klárát elindítja a balliberális oldal, azzal azt kommunikálja, hogy annyira azért nincs baj az Orbán rendszer, azért még nincs. 4 év Orbán rendszert azért még elbírnak. Azért nem akkora probléma, hiszen Dobrev Klárára a jobb oldalról senki nem fog leszavazni, még az se, aki amúgy undorodik a NER-től, és ráadásul, hogyha ők elindítják a Dobrev Klárát, a jobb oldalon az brutálisan mozgósít. Hadd mondjak. Viszont, hogyha elindítanak egy Pálinkás Józsefet, a jobb oldalon nagyon sokan elbizonytalanodnak, nem is feltétlenül szavaznak le rá, egyszerűen csak távol maradnak a választástól, és Orbán Viktor verhetővé válik. Te szoktam mondani, hogy minden a kommunikáció, vagy hogy nem minden a kommunikáció, de hogy itt Magyarországon csak kommunikáció van, ez a politika. Szóval azért van egy valóság, és Pálinkás Józseffel is kifejezetten korrekt a viszonyom, semmi baj, nem az. De van egy olyan kérdés, egy politikai alkalmasság. És most meglepő dolgot fogok mondani. Lehet, hogy atomfizikusnak, államtitkárnak, nem tudom milyen hivatalvezetőnek Pálinkás József alkalmasabb. De az a helyzet, hogy Dobrev Klára jobb politikus, mint Pálinkás József. Ez mire alapozod? Ezt a kijelentésedet mire alapozod? Hogy jobb politikus? Mire? Arra, hogy volt egy EP kampány, ahol saját szektájának a körében kampányolt és megválasztották? Nem a saját szektája körében kampányolt, azt úgy hívják, hogy politikai teljesítmény, amit ő ott véghez vitt, és kihozta ő a DK-t, pont a szekta. A Gyurcsány felesége. Vele akar nyerni a baloldal? Nem, ő pont azt mondja, hogy vele nem lehet nyerni, de én azt nem azt látom, mondom, hanem egy kampányt végig kell csinálni. És én azért nekem vannak azzal kapcsolatban kérdéseim, hogy ez Márki-Zay Péternek, majd egy országos kampány, nem egy helyi ízére, Márki-Zay Péternek vagy Pálinkás Józsefnek van-e alkalmassága? De nagyon-nagyon mi az alkalmasság? Az alkalmasság nem kvalitás ilyen értelemben. Az alkalmasság nem azt jelenti, hogy Pálinkás József, mint Homo sapiens, vagy Márki-Zay Péter, vagy Dobrev Klára közül melyik alkalmasabb arra a feladatra, ami nyilvánvalóan nem egy egyemberes feladat. Itt az, hogy milyen marketing termékként lehet felépíteni. Én azt hiszem, a Robinak abban egyébként igaza van, hogy a matematikai esélyt az sokkal inkább
akár egy Pálinkás József, akitől egy frászt kapok pont azért, mert ugyanilyen szempontból egy ilyen meglehetős köpönyek forgató, de egy alkalmas és ilyen egyértelmű történet, csak az a baj, hogy ez az egész integratív, meg kombatív politika mind a két része ugyanabba a keretrendszerbe, ugyanabba a koordinátorrendszerbe illeszkedik be, és én igazából azt látom, hogy tehát eltöprenkhetünk mi azon, hogy ki lenne alkalmasabb, meg milyen stratégiát kellene követni az ellenzéknek ahhoz, meg mit, de ahogy te is megfogalmaztad, én azzal tökéletesen egyetértek korábban, bizony ez mind a NER része. Tehát ha nem lépünk ki a koordinátorrendszerből, akkor igazából az esélylatolgatások működhetnek, de valójában úgyis valamilyen szinten ugyanazt a rendszert kapjuk vissza. Nekem ez a problémám, hogy kívülről viszont, már ezen a koordinátorrendszerrel kívülről nem nagyon látok erőt, viszont ezek az erők általában láthatatlanok addig, amíg nincs valami marha nagy gebasz. És hát ezért a marha nagy gebaszra szerintem 2022-ig számíthatunk, persze megjósolni nem nagyon lehet, de azért azt is vegyük észre, hogy ezek a fékezett habzással működtetett kvázi diktatórikus rendszerek, mint amilyennek szerintem a NER nagyjából most lehet nevezni, nem inkább az diktatórikus, mint nem, de azért vannak ilyen a fékezett habzásnak jelei, hogy ezek baromi tartósak tudnak lenni, amíg nem éri őket egy, nem olyan értelme külső, hogy jönnek az Európai Uniós desszantosok és ejtőernyővel potyognak a parlamentre, hanem olyan értelme, hogy egy gazdasági válság nem rázza meg, amivel nem tud mit kezdeni, vagy nem kerül egy elképesztően kínos nemzetközi szituációba, vagy egyszerűen, mint amit előfordulhat, hogy képtelen továbbra is megfelelni annak a képnek, amit nyújt, hogy ő itt a gondoskodó jó apukája mindenkinek, és minden csimot a szájába juttat falatot, mert hát rohadtul nem juttat. Én még nem szóltam hozzá ez a témához, jelezném, hogy csak röviden. Az egyik, hogy ez nagyon vicces szerintem, hogy általában a tartalmi vitáink arról szólnak, hogy a baloldalon ti szoktatok baloldalinak mondott javaslatokkal élni, míg mi egy liberálisabb, betekintetben jobboldalibb választ adunk erre. Ehhez képest most ott érveltek egy deklaráltan jobboldali miniszterelnök jelölt mellett, ám de értem, hogy miért történik ez, mert ennek ugye a belépő ehhez a közös lista. Tehát amiről most beszélünk, az a szerintem Andrással egyetértek, szerintem is eldőlt, hogy az ellenzéki pártok föl fognak menni egy közös listára, ennek lesz egy közös miniszterelnök jelöltje listavezetőként, és arról vitatkozunk, hogy ez milyen kampány hatékonyságról szól. Nem arról, tehát az már rég nem kérdés. Ez most nem egy elvi vita, de valóban. Nem is csak az, hogy a politika számára a Fideszt oponálni, az nem egy tartalmi kérdés. Tehát ez a megoldás, amiről most beszélünk, ez arról szól, hogy ne a Fidesz legyen, és nézzük meg mindentől függetlenül, hogy ki alkalmas arra, hogy ezt a technikai meccset megoldja. Ezért nem értek a focihoz, de azt hiszem a német focinak voltak ilyen időszakai. Egyetlen logikai felvetésem lenne, mondom, elfogadom azt, hogy ez lesz 2022-ben. Az Erste FC külön volt, nem U1G. Az egyetlen technikai felvetésem lenne, hogyha most is és a jövőben is mindenki a közös listaállításra készül, és az a deklarációja, hogy ő szeretne azon miniszterelnök jelölt lenni, meg rámenni, azért nem kell külön pártot csinálni. Tehát annak az égvilágon semmi értelme nincsen, ami már megvolt 2018-ban is, van egy Új Kezdet nevű párt is egyébként, meg még jó pár, hogy bejelentem, hogy csináltam egy új pártot, jó napot kívánok, de ez a párt így nem fog elindulni a választáson, ennek az a funkciója, hogy vagy látszik a neve valahol, vagy nem, de én szeretnék a közös listán föl. Pont az ellenkezőjét kéne csinálni, szerintem szüntessük meg az összes ellenzéki pártot jogutódlással, és mind olvadjanak bele az ellenzéki összefogás nevű pártba. Hogy hozzak már a gyorsan egy új szempontot, Hadházi Ákos történetét, és azért is beszéljünk ma róla, mert hogy itt azért ő egy furcsa kérdést vetett fel az ellenzék vonatkozásában. Ugye ő meghirdetett például most egy ilyen autós blokkádot az MTVA-hoz, ugye október 23-ához, aztán el is az ellenzéki pártok pedig a vírushelyzetre hivatkozva azt mondták, hogy nem tudnak részt venni, vagy nem vesznek részt ebben az akcióban. Aztán utána az is kiderült, hogy az SZFE-vel viszont szeretnének szolidárisak lenni, és hogy számukra ez most a fontosabb. És ugye akkor újra előjött a Víró László féle történet, hogy hát mindez azért van, mert hogy előhozta az ő korrupciós ügyeit, és hogy most akkor őt most így kiközösítették, vagy ő most kiesik ebből a pixisből? Hát az elkövette az ősbűnt, amit itt el lehet követni, az a lojalitás hiánya, az az ellenzéki összefogás. A lojalitás hiánya ahhoz a gondolat, hogy az ellenzék más, mint a NER, az ellenzék alternatívát jelent, akár kiszivárogtatott. Igazából, mint ahogy annak idején az összedi beszédnél az emberek nem azon voltak felháborodva, hogy mit mond ez a jó ember, hanem az, hogy ki volt az, aki kiszivárogtatott. Miért szivárogtatta ki? Az, hogy mondjam,
az, hogy a hatházi autós blokkádja most nem örvend ellenzéki támogatásnak szembe állítva egyébként, egy nagyon sajátos módon, mint hogyha két külön ellenzék lenne az SZFE menetével, vagy tüntetésével, az bizony azt mutatja, hogy ez egy nagyon erős jelzés, büntet, és mindenki érti is egyébként, nem szabad szivárogtatni, nem szabad megkérdőjelezni a szent ellenzéki együttműködés morális többségét az O1G koalícióval szemben. Egy nagyon rövid reakciót kérek mindenkitől. Az van, hogy Hotházi Ákos szerintem kicsikét tévesen, mert nem ez a fő irány, de nem a korrupció maga, mert ez a fő irány, de hogy ő ezt csinálja, ez kicsikét mellé van, de nagyon következetes évek óta ebben. Ugyanazt mondja, és ezt elmondta tévében is, hogy aki most az ellenzéki önkormányzatokba belenyúl a kasszába, annak le kell vágni a kezét, nem a kezét mondta, hanem egy más testrészét. Kunhalmi Ágnes berongyolt ennek a televíziónak testi adás, és azt mondta, hogy kezdek egyre többet nem egyetérteni Hatházi Ákossal, miközben ugyanazt mondta a Hatházi évek óta mindig. És akkor most nézzük meg, mi van. Ez a választó hibája, hogy az O1G-zéssel elfogadja azt, hogy csak és kizárólag Orbán Viktorra való hivatkozással bárkit megválasztanak. Önök idézték elő, ebből jön az elő, hogy meg se nézi ki a jelölt, honnan jön, Csepelen volt előtte, megválasztom, és aztán elkezd bitcoin bányászni Erzsébetvárosban. Hú, csak tényleg egy nagyon rövid reakció, jó, Zoli? Jó, rendben van. Szia, Ákos, tudom, milyen érzés ez. Robi, azt hiszem, hogy nálad az utolsó szó. Az a kérdés, hogyha a Hatházi Ákossal szemben a lojalitás hiánya az ilyen súlyos érv, hogy őt ezért kiközösítik az ellenzékből, akkor valójában mi is a probléma a nemzeti együttműködés rendszerével? Valójában a nemzeti együttműködés rendszere semmi más nem vár el. Ez az egyetlen, ami kőbe van vésve, az Orbán Viktor iránti lojalitás. Hogyha most a szent összefogáshoz, ami reprezentálódjék én felülem, akár Kunhalmi Ágnesben, akár Molnár Zsoltban, akár Gyurcsány Ferencben, ehhez való lojalitás az ugyanígy az egyetlen és kizárólagos és kifejezett és meghatározott szempont és kritérium, és ennek a hiánya alkalmatlanná tesz valakit, akkor ténylegesen miféle alternatívát akarnak kínálni a nemzeti együttműködéssel szemben? És amikor leváltják a nemzeti együttműködést, és majd ők jönnek, tényleg észre fogjuk venni az országon? Vagy magunkon? Szerintem bármeddig tudnánk folytatni ezt a műsor, de ennyi fért a mai műsoridőbe. Köszönöm szépen a figyelmüket, szép estét, jövő héten találkozunk.